Felborult egy nő és egy férfi a kenujával a Tiszatóban Poroszlónál. A Jászhegy-Szolnok vármegyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint az erős szélmozgás borította a vízbe a párost, akik telefonon kértek segítséget. Szerencséjükre a borulást követően telefonon tudtak segítséget kérni a rendőrségtől, azonban pontos helyzetüket nem tudták megadni. A tiszai vízirendőrök azonnal a páros keresésére indultak, akiket meg is találtak, a nyílt vízen sodródva, a kenuba kapaszkodva. A vízirendőrök kimentették a vízből a férfit és a nőt, és a partra szállították. A kenut bevontatták a vízről, és biztonságba helyezték.